A hurka és a kolbász mellett a zserbús palacsinta volt a sláger az újudvari piaci forgatagon. A templom melletti fedett piac téren szombaton 8 és 12 óra között kézműves vásár és finom falatok várták a látogatókat. Minden hónap harmadik szombatján rendezik meg az újudvari termelői piacot. A fő cél, hogy visszahozzák azt a hangulatot, ami korábban a kanizsai kosaras piacot jellemezte. Ennek egyik fő eleme, hogy a helyi civil egyesület tagjai igazi, helyben sült ételeket kínálnak a vásárlóknak. Nagy Kanizsa közelében pár kilométerrel kijönnek azok az emberek, akik kíváncsiak ránk, vagy kíváncsiak itt a településünkre, vagy akár a termelői piacon szeretnének vásárolni, de akkor itt hurkát, kolbászt és palacsintát, meg egyéb finomságokat tudnak vásárolni, de ez a repertoár, ez a kínálat, ez a civil egyesületnek a döntése mindig, hogy mit árusítanak itt, kedvezményes áron természetesen, de a lényeg az, hogy itt a hangulat az olyan legyen, mint régen, amilyen volt akkor annak idején, amikor még létezett a kanizsai kosaras piac. Jakab Sándorné, a Nova Curia civil egyesület elnöke elmondta, több rendezvényen is besegítenek az ételek elkészítésében, de a piac mindig különleges számukra. Igazi nagy titkunk, hogy mindig szívvel, lélekkel készülünk a falu rendezvényeire. Egyesületünk már 15 éve működik. Ilyen céllal lett létrehozva, hogy segítsük a falu kulturális életét, és megpróbálunk mindig valami kis plusszal előrukkolni. Hát a piacra mindig azért a zalai hagyományos ételeket vesszük elő. A szervezők elárulták, idén télen is szeretnék működtetni a piacot, hiszen akkor forralt borral és egyéb különlegességekkel várják majd a vásárlókat.